Kulturális családi napot tartott a helyi roma nemzetiségi önkormányzat Galambokon. A szombati programot pályázati támogatásból valósították meg. A rendezvényen hagyományos roma ételeket kóstolhattak a jelenlévők, akiket több együttes szórakoztatott. A minisztérium jóvoltából nyert pályázatunk 200 000 forintot, és ebből a pályázati pénzből valósul meg. És különböző adományokat is kaptunk a helyi vállalkozóktól, zalakarosi pizzás barátomtól, Döcétől, Földiba adott 10 000 forint vásárlási utalványt, amit majd itt ki fogok osztani. Az Alamegyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke is részt vett a rendezvényen, és a főzésben is segítkezett. Valamint a Bás Trió tagjaként később elismerésben is részesítették a programon. Meghívott főző vagyok. Úgy gondolom, hogy amatőr főzőként, mint roma férfi általában jó főzök, de úgy gondolom, hogy most egy hagyományos étellel készültünk, egy cigány lecsót csinálunk, és itt igazság szerint nem az eredmény a lényeg, hanem az összetartás, a haverok, úgyhogy a jó kapcsolatok építése, az önkormányzatok, ennyi roma nemzetiségi önkormányzat megjelent, majdnem 8 vagy 9 önkormányzat van a térségből. A meglepetés díjat Bogdán Sándor adta át a Bás Triónak, akik örömmel fogadták az elismerést és az egyeningeket, amit a hagyománytisztelő, autentikus cigány muzsika fenntartásaért végzett tevékenységüknek köszönhetnek.